is. Spirit FM. Spirit FM. A nagyváros hangja. Hírek a Spirit fm -en. Üzemanyagellátási problémák lehetnek a Molnál, ha marad az ársapka. Hegedű Zsuzsa nem vonja vissza lemondását, távozik posztjáról. Újabb gyanúsítottjai vannak a Völner ügynek. Enyhe lehülés érkezik csapadékkal. Jó estét kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 19 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Hernádi Zsolt szerint ellátási problémák lehetnek, ha nem tudjuk elősegíteni, hogy import üzemanyag érkezzen Magyarországra. A MOL vezérigazgatója erről tájékoztatta a kormányt. Rogán Antallal a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszterrel és Gulyás Gergelyen a miniszterelnökséget vezető miniszterrel tárgyalt az üzemanyag Kiemelte, ha az ársapka továbbra is változatlan formában fennmarad, akkor nem fog beérkezni az országba import üzemanyag. Mindez azért fontos, mert a száz halombattai finomító normál körülmények között sem tudja kielégíteni a belföldi dízelfogyasztást. A finomítót azonban a tervezett karbantartás miatt hétfőn le kell állítani. Ez a lépés nem halasztható tovább. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a kormány tudomásul vette ezt a tájékoztatót. Szijjártó Péter az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, meg fogjuk venni a földgázt. Ennek a pénzügyi konstrukcióját a kormány számunkra biztosította. Innentől kezdve a vásárlás az már kereskedelmi megállapodás kérdése lesz. A külügyminiszter hozzátette látesét arra, hogy 700 millió köbméter gáz érkezzen a déli szállítási útvonalon. Kiegészítette, jelenleg nem normális piaci viszonyok vannak, ma nem úgy történik, mint ahogy azt a Közgazdaságtudományi Egyetemben egyetemen tanultuk, hogy a kereslet meg a kínálat görbéje, ahol elmetszik egymást, ott van a fogyasztói ár. Ma ez a törvényszerűség nem működik, fogalmazott. Hegedűs Zsuzsa a Telexnek nyilatkozva azt mondta, nem vonja vissza a lemondását, már szóltak neki, hogy ki kell pakolnia. Orbán Viktor főtanácsadója néhány órával korábban adott ki újabb nyilvános levelet, amelyben azt írta, oka fogyottá vált a lemondása. Lemondását kedden szintén nyílt levélben nyújtotta be a miniszterelnök Tusnád szavai szerint tiszta náci beszéde miatt. A mai levelében azt írta, hogy meggyőzte őt a miniszterelnök rasszizmus elleni kiállása Bécsben, ezért számíthat a segítségére és okafogyottá vált a lemondása. A Telexnek adott nyilatkozatában azonban leszögezte, ez nem jelenti, hogy visszalép a lemondástól, már szóltak is, hogy ki kell pakolnia az irodából, tehát Hegedő Zsuzsa távozik a posztjáról. Ukrajna készen áll a gabona exportálására, Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a Fekete-tengeri Csornomorszki kötőjébe utazott annak reményébe, hogy ma már elkezdődhet az ukrán gabona tengeri exportja. Elmondása szerint már csak jelzésre várnak Törökországtól és az ENSZ-től, hogy elindíthassák a hajókat. Az ukrán gabona tengeri exportjáról előző héten állapodtak meg a felek, a hajók átjutását a Boszporuszon a törökök ellenőrzik majd az ENSZ segítségével az időjárásról. Késő estétől egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 22 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton jobbára 23 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmüket! Ezek voltak a Spirit FM hírei 19 órakor. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezem. A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés. Logisztikai analizálás. A haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagy a Anikó. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és a héten is köszöntöm Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt. Én is üdvözlök mindenkit és hallgatókat is. Egyesek szerint elsőprő fordulat van, illetve ez történt a héten, hogy Ukrajna ellentámadásba indult. Induljunk innen mi is, hogy te is így látod-e ezt, és hogyha nem, akkor miért nem? Hát én ezt egy kicsit másként látom. Tehát mindkét fél oldaláról van egy ilyen fajta kommunikációs megközelítés amit egyébként ténylegesen így van az elmúlt hetekben harsogtak. Hát, hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, bő két hete mi is beszéltünk arról, hogy egy millió katonát tud mozgósítani Ukrajna, és ezt az egy millió katonát azért azóta nem láttuk. Igazán én, hogy, hogyha ezt az egész helyzetet vizsgáljuk, én azt mondanám, hogy valójában egyébként álló háború van még mindig. Mert hogy tüzérségi összecsapások zajlanak, Ebből egyébként az utóbbi hetekben egészen jól jött ki, ezt most idézőjelben mondom, természetesen e, Ukrajna az új <coughs> amerikai fegyvereknek köszönhetően, e, és nagyon-nagyon komoly lőszer utánpótlási gondokkal küzd e, Oroszország. De Ukrajna azt kommunikálja folyamatosan, hogy a déli térséget, tehát a Krímfélsziget fölött lévő területet, Herson környékét fogja megtámadni, sőt, bizonyos támadásokat végrehajtottak. Ez egyébként igaz, de ennek a nagyságrendje, tehát megint csak beszéljünk konkrét távolságokról adott esetben. Például az egyik körzetben megközelítőleg öt és fél kilométert nyomult előre az ukrán hadsereg, a másik területen pedig 3 vagy 4 kilométer. Tehát, hogy ezek ilyen mikro előre nyomulások. Olyan szempontból kommunikációs oldalról, ha nézem, akkor maga az állítás igaz, tehát, hogy tényleg a déli körzetekben Ukrajna végrehajt támadásokat és sikereket ér el, de egyébként a valóság ezt jelenti. Orosz oldalról, ahol pedig azt hallhatjuk, hogy a pihenő, amit ugye Putyin elnök elrendelt a, a, a kelet-ukrajnai térségben, sikeres harcokat végrehajtott orosz alakulatoknak, hogy most ezek a pihenőidők leteltek, és innentől kezdve elindulhat a nagy támadás. Hát a nagy támadás az elmúlt hetekben egyáltalán nem indult el. Úgyhogy igazán én azt mondanám, hogy egyfajta állóháborút láthatunk, amiben a tüzérségi összecsapások, ahogy előbb mondtam, zajlanak, és igazán valamilyen fajta logisztikai küzdelem zajlik, aminek az egyik hadszintere az, hogy, hogy Oroszország próbálja ezeket a szétlőtt és félbemaradt lőszer anomáliákat leküzdeni. A másik oldalról, tehát Ukrajna oldaláról pedig, hogy minél több nyugati fegyverrendszert tudjanak a front közelébe vinni, hogy fölkészüljenek adott esetben, és én ezt nem kétlem, tehát ez elképzelhető. Azokra a támadásokra, amelyekről most már hetek óta beszélnek, de nem történtek meg. <kül> egyébként azt kell látnunk, hogy nagyon komoly problémákkal küzd Oroszország az utánpótlás mellett egyébként elsősorban emberi oldalról, tehát humán erőforrás oldalról. És hát arról is beszélnünk kell, hogy egyébként az a fajta, hát nevezük, nem mondanám azt, hogy kezdeti lelkesedés, mert egyébként az ukránok tényleg kimagaslóan harcolnak, de az a fajta morál, ami az első időszakban, az első három-négy hónapban jellemző volt az ukrán haderőre, ez a fajta morál, nem kopott meg, de azért kezd átalakulni, és ezt én nem befásulásnak mondanám, csak az látszódik az ukrán hadsereg oldaláról is, hogy egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy ez nem egy ilyen néhány hónapos háború lesz. Sőt, adott esetben arra is felkészülhetünk, hogy itt több évig eltartó válságról kell gondolkodnunk, amiben lehetséges, hogy lesznek olyan fázisok, amikor nincs fegyveres összecsapás, vagy csak névleg, tehát mint amit most látunk, tehát hogy ilyen tüzérségi párbajok. De egyébként a nagy katonai műveletek azok sokkal-sokkal lassabban következnek be. És ezt emberi oldalról, tehát amikor egy országnak föl kell készülni arra, hogy, hogy valójában nem lesz már normális életük itt az elkövetkező évekre, ez egy, ez egy hihetetlen pszichés teher. Oroszország oldaláról azért azt kell értenünk, tehát persze hatnak a, a gazdasági szankciók, de Moszkva utcáin békésen lehet sétálni. Tehát, hogy, hogy ez nincs meg még Ukrajnában, egyébként bármelyik pillanatban megszólalhat a légvédelmi sziréna. Tehát igazán én ebben látom mindkét oldal részéről a fáradás jeleit. Amit már említettél, ezt a brit hírszerzés is hangoztatja, hogy úgy tűnik, hogy komoly hiánya a küzd az orosz gyalogság. Így van. Ez akkor ezek szerint így van? Én azt gondolom, igen, és ezt onnan láthatjuk, hogy egyre inkább magánbiztonsági cégeket, és itt elsősorban ugye a Wagner csoportról beszél mindenki, de nem csak a Wagner csoport, tehát Oroszországban egyébként tényleg így van, hogy a legerősebb és a legnagyobb magánbiztonsági cég a Wagner csoport, de emellett vannak kisebb magánbiztonsági cégek, és egyébként a csecsenek is érdekes módon vannak a térségben, tehát vannak olyanok, olyan csecsen alakulatok, amelyeket egyébként tényleg Kadirov küldött elnöki utasításra, és hát vannak olyan csecsen alakulatok, amelyek egyébként valamilyen fajta magánbiztonsági cégen keresztül jelentek meg. És ezek az alakulatok, amelyek elsősorban arra képesek, hogy területeket objektumokat őrizzenek, nem elsősorban harci feladatra vannak felkészítve. Ezek, a, ezek az alakulatok megjelennek gyalogsági harcban. Tehát egy mag, tehát, most nagyon sarkosan fogalmazok, és tényleg ne értsék félre a, a hallgatók, de kicsit olyan, mintha egy magánbiztonsági cégnél dolgozó, őrzővédő, objektumot őrző embert, vagy akár egy ilyen félig meddig kidobó embert arra használnának idézőjelbe, hogy akkor most menjen el és a fronton teljesítsen. Nyilván ebben van, és ez most tényleg egy erős sarkítás volt a részemről, de a frontvonalon való gyalogsági harcászat ismerete nélkül magánbiztonsági cég emberei, akik elsősorban területvédelemhez értenek, és az ehhez kapcsolódó elhárítási, hírszerzési feladatokhoz az, hogy a lakosságot hogyan kezeljék, ez egy teljes egészében másfajta tevékenység, és ebből adódóan szerintem ezeknek, a, ezeknek az egységeknek pokoliak lesznek a veszteségei. Sok minden történt a héten, amin szeretnék majd végigfutni, és közben sok kérdés is érkezik egyébként, és a múlt héten is tartogattunk, vagy tartogattam volna, ugye érdekességet ilyen kvázi hírt a végére. Amire éppen hogy vagy vagy nem jut idő, úgyhogy most egyébként kipróbálnánk azt, hogy jó. egy picit szavaztassuk meg a hallgatókat jó, 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 arról, persze. hogy találtunk két ilyen kvázi bulvár hírt. Az egyik az volt a héten a hír, hogy Putyin dublört használ, a másik pedig az, hogy egyébként az Ukrajnából érkezik menekülteket, hogyha mondjuk hozzánk jönnek, akkor nem teszteli senki. Úgyhogy arra kérem a hallgatókat, hogy aki mondjuk Facebookon követ minket, szavazzon, hogy melyik az, amire a műsor végén válaszoljon majd Tarjányi Péter. No, és akkor szaladjunk tovább. A hét másik fontos híre az volt, ami hát nálunk is körbe ment a komplet sajtó, hogy Moszkva feldarabolná Ukrajnát, és Magyarország is kapna egy szeletet, aminek nyilván sokan örülnének, hogy vissza Kárpát -alját. Ez így lehet-e? Ugye ez a Medvegyevnek volt egy posztja, egy térképet posztolt egy kinti közösségi portára? Ez egy, ez egy gonosz ö, kommunikációs játszma, amit egyébként én azt gondolom, hogy ténylegesen az orosz propaganda ö, folytat. Azt kell látnunk egyébként, hogy Medvegyev <coughs> az orosz propaganda oldaláról ö, kimagaslóan teljesít, mert hogy egyébként rendszeresen olyan írásai vannak, amire fölkapja az egész világ a, a, a fejét. De ez a gondolat egyébként nem nem az első, tehát e, többször ezt Oroszország már úgymond bedobta a diplomáciai térbe is, és ennek van egyfajta megosztó gondolkodás, mondja pontosan azért, amire te is céloztál, hogy egyébként mindegyik országban vannak <coughs> nacionalisták, Lengyelországban is, akik egyébként teljesen, és azért mondom, most vonjuk vissza, és ne, ne Magyarországról beszéljünk, és Kárpátaljáról, hanem hogy a lengyelek között is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy például a VIV vagy Wolf térségét miért ne kaphatná meg, Lengyelország, de egyébként Románia is kaphatna területeket. És akkor, ha erre a térképre ránézünk, amit egyébként nagyon ügyesen, most ezt megint idézőjebb Medvegyev kirakott, ugye ennek Kiev környékén, tehát igazán így Ukrajna közepe maradna meg úgy nagyjából, szép nagy falatot úgy leszakítana Ukrajnából ez a Novarosszia terület Oroszország, és az összes többit meg megkapnák azok az országok, amelyeket így felsorolt Medvegyev. Nyilván ezt ezt nem akarja egyik ország sem. De arról jó, hogy egyébként az ukrán nacionalisták elgondolkodjanak, és ami nagyon-nagyon lényeges, az ukrán hadseregben, és ez például tusványosan is följött Orbán Viktor oldaláról, hogy azt mondta, hogy 86 magyar halt meg eddig a, a, a háborúban, és hogy igazán az ukránok mellett egyetlen egy nemzet harcolt Magyarország, ez tényszerűen nem igaz. Mert hogy egyébként mindegyik nemzetiség, tehát e, lengyel nemzetiségű ukránok is haltak meg. de És egyébként például az is igaz, hogy csecsenek is harcolnak az ukránok oldalán. Tehát nem csak orosz oldalon vannak csecsenek, meghaltak külföldiek is. Tehát azért lényeges ez, mert hogy pontosan tudja az orosz titkosszolgált, az orosz propaganda és az orosz hadvezetés, hogy egy ilyen nemzetközi összeszerveződés van Ukrajna védelmére. És ebben tökéletes, hogyha valahogyan. Mint hogyha egy nagy sziklát beledobnánk így a, a, a tó közepébe, hogy ez olyan hullámokat tud adott esetben vetni, amin keresztül a nacionalizmus mentén akár egymás ellen fordulhatnak a vezetők vagy a parancsnokok. Erre azért az ukránok odafigyelnek, tehát én azt gondolom, hogy ez nem lesz eredményes, de hát, hogy szokták mondani, hogy ha sokszor csinálják, adott esetben valakinek a fejében ezek a kis kommunikációs magvak el tudnak úgy indulni és szárba tudnak szökkenni, hogy, hogy adott esetben ebből balhé legyen. Ehhez kapcsolódóan kérdezi egyébként az egyik hallgató, hogy azt olvast, hogy egy orosz elemző azt mondja, hogy Magyarországnak a következő hónapokban döntenie kell arról, hogy ellenőrzés alá veszi a történelmi területeit, mert hogy Igor Korottsenko, a Nemzeti Védelmi Lap főszerkesztője egy vitamin sorban arról beszélt, hogy a kormány ezzel megmenthetne 150 ezer kárpátaljai magyart. Hát ez egy szép mondás, és egyébként... Ez annyi... is ennek a kommunikációnak hogyne, a hogyne. része? Tehát azért akarom ezt, ezt tehát hogy... Azt érts, hogy nyilvánvalóan mi erre kapjuk föl a fejünket, mert hogy ez Magyarországról szól. De egyébként ilyenfajta vita műsorok ö, számtalan van az orosz közmédiában, ahol adott esetben a Lengyelország szakértő mondja el ugyanezt, és ezt a, az ilyen szorgos népünk győzni fog, ugye volt egy ilyen e, filmvígjáték annak idején, rendszeresen ezt mondták, hogy szorgalmasan csinálják, mint a kis hangyák vagy méhecskék ugye ezt az orosz propagandisták, mert egyszerűen tudják azt, hogy ha egy elhúzódó válságnál, képzeld el azt, hogy, hogy ez folyamatosan fél éven, egy éven keresztül hal, az emberek, elő vagy utóbb tényleg elgondolkodnak rajta, hogy, hogy lehetséges, hogy tényleg ez egy megoldás lenne. Lehet, hogy ezzel tényleg embereket lehetne megmenteni. Egyébként a válaszom erre kategórikusan nem. Tehát, hogy, hogy nem tudnánk ezzel senkit megmenteni. Sőt, egyébként egy ilyenfajta helyzetbe, ha beletoppanna, és ugye itt a történelmi Magyarországot hozza föl ez a szakértő, nevezük így idézőjel be, én azt gondolom, hogy ő kavarja azt a bizonyos dolgot, hiszen ez automatikusan hozná azt, hogy innentől kezdve akkor Szlovákiával, Romániával is valamilyen fajta konfliktusunk lenne, és az ilyen fajta belső konfliktus kincs az orosz hadvezetés számára. Sokszor beszélünk arról, hogy hogy eldönthető, hogy melyik fél állít éppen igazat magáról. Több ilyen ügy volt, és a héten is, illetve egy friss hír, egy, egy börtön elleni támadásról, hogy 40 hadifogói vesztette életét ugye Ukrajnában, és most az a furcsa helyzet állt elő, hogy mind a két fél, az ukránok is, meg az oroszok is vizsgálatot rendeltek el, hogy kiderüljön, hogy mégis ki az oka ennek, mert hogy nyilván az oroszok azt mondják, hogy ezt nem mi csináltuk, hanem az ukránok, az ukránok pedig azt mondják, hogy miért csináltuk volna mi, ezek ti voltatok hogy lehet dönteni, és egyáltalán mi volt ez az ügy röviden? Röviden annyi történt, hogy, hogy ukrán hadifoglyok voltak egy ilyen intézményben fogva tartva, tehát akik fogságba kerültek a hadműveletek kapcsán, és ezt, ezt, az, ezt az objektumot érte találat, és megközelítőleg 40 vagy 50, nem tudom a pontos számot, ukrán katona halt meg, de nem csak ők, tehát mások is meghaltak. De a támadásnak olyan borzasztó hatása volt, hogy, hogy nyilvánvalóan erre fölkapta a világ a fejét, tehát ugye fogoly táborokat, illetve hadifoglyokat nem szokás, tehát erre megvannak a megfelelő egyezmények, tehát nem lehet kivégezni, nem lehetnek áldozatai adott esetben egy támadásnak. És hát ezért ciki bármelyik fél oldaláról, hogyha felelős ezért a támadásért. Most per pillanat, tehát hogyha szakmailag kell megfogalmazom, az a válaszom, hogy nem tudjuk, ha azt kérdezett tőlem, hogy el tudom-e képzelni, hogy eltéved egy lövedék, és adott esetben becsapódik egy ilyen fogolytáborba, és ez lehet akár egy ukrán lövedék is, láttunk már ilyet. Hát hadd mondjam például a <coughs> Délszláv válság kapcsán például 1999-ben találat érte Belgrádban a kínai nagykövetséget, és utána napestig ment a vita, és ott is pontosan ez történt, hogy Kína kikérte magának, aztán az Egyesült Államok azt mondta, hogy hát, Azért meg kéne néznünk, hogy ott mi is zajlott, mert hogy egyébként a követségnek azon bizonyos épület részéhez kapcsolódóan a szerb hadvezetés lehetőséget kapott arra, hogy a szerb lévvédelmet az amerikai légierő ellen irányítsa. Tehát, hogy ilyenkor az, hogy mind a két fél tagad, ez egy teljes egészében bevett gyakorlat. Ami alapján igazságot lehet tenni, az az, hogy egyébként folyamatosan, hírszerzési szempontból most mondok egy, egy konkrét példát, műholdas rendszerekkel figyelve van az egész térség. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy mindkét fél oldalán lesz hitelt érdemlő olyan fajta információ, nem most, hanem mondjuk 10-20-30 órán belül, amin keresztül lehet látni majd azt, hogy honnan indult a támadás, és ezt nem csak ők fogják látni hanem ezt látni fogja a nagyvilág is, tehát az amerikai Egyesült Államok műholdjai, brit műholdak, és egyszerűen ha azt kérdezed, hogy mikor látunk ebbe tisztán, én azt gondolom, hogy jövő hét közepére pontosan fogjuk tudni azt, hogy melyik ország felelős ezért a támadásért. No, akkor mi visszahozzuk Jó, jövő héten. Jövő. Na, a következő kérdés, mennyire e, reális az Ukrán önbizalom e. <kül> szerinted? A hallgató arra hívja Miben? fel a figyelmet, hogy a külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy nincs kilátás fegyverszünetre, amíg Ukrajna nem foglalja vissza a megszállt területeket. Ez egy nehéz kérdés, és itthon is eléggé megosztó a, a, a fegyverszünet kérdése? csak a fegyverszünet kérdése, hanem, hanem biztonságpolitikai, katonapolitikai szempontból is ez az egész kérdéskör. Jó ideje azt firtatja a szakma, hogy egyébként az, az ukránok miért nem hagyják abba ezt az egész háborút, adják meg azt, amit az oroszok szeretnének, és viszlát. Az oroszok is erről beszélnek. Közben az ukránok azt mondják, hogy hogy adnánk már meg azt, amit akarnak tőlünk, hát meg meglettünk támadva, most ilyen csúnyán fejeztem ki magamat, és innentől kezdve, ha ezt megadjuk, akkor három év múlva, hogyha újból fölkészültek egy, egy háborús invázióra, akkor következő területeket kell átadnunk, tehát hogy ennek nincs vége. És igazán ez az alapkérdés az, amiben én azt hiszem, hogy az ukrán gondolkodást leginkább, és egyébként a nyugati gondolkodást is az hatja át, hogy nem hiszünk, nem hisznek Oroszországnak. És azt értsd, hogy ténylegesen, mint bármilyen fajta, akár egy családi vita kapcsán is, ha a felek nem hisznek egymásban egyáltalán, ha az az alapvetés, hogy te úgy is hazudsz, akkor innentől kezdve nem tudnak az álláspontok közelíteni. És Igazán az ukrán oldalon én azt látom, és mondok egy konkrét példát. Másfél hete vagy két hete volt, ugye, hogy beszéltünk az ukrán orosz megállapodásról. Egy hete, pont egy hete pénteken volt, hogy aláírtak. Mi történt? Én nagyon óvatosan fogalmaztam, és azt mondtam, hogy a puding próbálja az evés az aláírást követő hat órával, vagy 7 órával, hogy ezt a kikötőjét bombázták az oroszok. Tagadták, ugyanúgy, mint ez a börtönös, ugye ez is egy érdekes összecsengés. Aztán kiderült, hogy hoppá, hát elvinni a balhét, mert hogy ők voltak. De azt is tegyük hozzá, hogy egyébként, hogy ezt a kikötőjében a támadás egy ukrán hadihajó környékét érte. Tehát, hogy ez, ez is így korrekt, hogy azért ezt, ezt tegyük hozzá. Tehát nem a Gabona gabonaszállítmányokat semmisítették meg, hanem egy ukrán hadihajót. Ami azért érdekes, mert te kérdezted ugye múltkor, hogy lehet, hogy ennek a Gabona szállítmányok farvizén lesznek katonai mozgások. És mondtam, hogy hát el tudom képzelni, puff, hát pont láttuk is. Tehát, hogy az az egész helyzettel kapcsolatban a nehéz és nehézség, hogy egyébként vice versa úgy áll a helyzet, hogy egyébként az oroszok se hisznek az ukránoknak. És van a békepárti abszolút civil gondolkodó, például te, aki azt mondott, hogy hát a fenébe, hát ez tényleg milyen jó lenne, hogyha békét kötnének. És azt olvasod, hogy az ukránok azt mondják, hogy hát tűzszünettel most nem tudunk foglalkozni. Akkor az oroszok azt mondják, hogy mi meg szeretnénk azért, akkor erre az ukránok azt válaszolják, jó, de, ugye mindig a de, a lényeg, után, a lényeg az mindig a de után van, de akkor, ha a február 24-i állapotot visszaállítjuk, és akkor itt jövök én, és lelombozlak teljes egészében a szakmai véleményemmel, hogy ez egy játék, mert hogy egyébként a két fél nem hisz egymásnak, és mindaddig, amíg az meg nem történik, hogy valamelyik oldalon az erőviszonyok elbillennek, tehát vereség közeli állapotba kerül, bármelyik fél, addig valós tárgyalások nem lesznek. Se tűzszünet, se béke, sem semmi. No, akkor még egy reakció erre, és akkor tényleg egy mondattal csak a, a múlt héten kitárgyaltuk azt, hogy például az MSX vezetője mennyire hiteles, hogyha mond bármiről bármit, de ugye egyre többen nyilatkoznak, vagy nagyon so, sokan nyilatkoznak a háború kapcsán, és friss hír az is, hogy az Egyesült Államok európai szárazföldi erőinek volt parancsnoka, egy nyugalmazott tábornokról beszélünk, nyilatkozott a háborúkkal kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy Oroszország vereségre van ítélve. Mégpedig az, Ért, mert hatalmas veszteségek mellett átgondolatlanul cselekszik az utánpótlás területén. Te hogy látod ezt a kérdést, és egyáltalán mondjuk, hogyha egy ilyen Egyesült Államok Európai <coughs> Szárazföldi Erőinek volt parancsnoka, egy jó tábornok beszél, akkor az mennyire hiteles? Hát azt gondolom, hogy az a része biztosan hiteles, hogy a katonai hadműveletekhez kapcsolódóan van rálátása és adott esetben kapcsolatrendszere is, hogy fölemelje azt a telefont, és konkrétan mondjuk azokat a vezető kollégákat megkérdezze, akik hírszerzési szempontból felelősök a Ukrajna fölött, például a műholdas felderítésért, hogy mit látok, barátaim? Lesz egy kommunikációs lehetőség. Nyilván a tutit nem mondjátok, tehát a nagyon szigorúan titkos dolgokat, de úgy a folyamatok kapcsán meséljetek, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ő hozzájuthat hiteles információkhoz. Az, amit ő mondott, az egy erős állítás, és nem kételkedem benne, hanem úgy fogalmaznék, hogy a háborúhoz kapcsolódóan a történelem arról szól, hogy amíg egy háborúnak nincs vége, amíg az a béke meg nem köttetődött, vagy nem látjuk, hogy ki el a háborút, addig nem nagyon illik olyat mondani, hogy tudjuk a tutit, mert hogy nagyon sokszor volt erre a történelem. Most hadd mondjam azt, hogy számtalan ukrán vagy bocsánat, amerikai tábornok, brit tábornok, francia tábornok nyilatkozott, magyar katonák is nyilatkoztak, hogy egyébként Ukrajnának esélye nem lesz a háborúban. És lám, azt láttuk, hogy az első időszakban pillanatok alatt úgy tudtak mozgósítani, és egyébként azóta is ellenállnak. Tehát miközben, és egyébként bocsánat, én magam is azt feltételeztem az első 72 órában, mint ezen, ugye, annak idején, hogy beszélgettünk, ö, ö, te is ugye figyeltél, és utána, amikor egyszer számon is kérted rajtam, hogy hát telnek a 72 órák, és még mindig ellenállnak az ukránok, hogy én magam is azt gondoltam, hogy az oroszok simán végig mennek Ukrajnán, és nem ez történt. Tehát ezért mondanám azt, hogy a háború az egy olyan valami, amiben a változtatás jogát a sors fenntartja, Viszont az ténylegesen igaz, hogy katonai szempontból komoly nehézségekkel küzd Oroszország, ezt a beszélgetésünk elején elmondtam. Az, amit mond, az az általános hadi helyzetre lehet igaz. De itt, itt, a háború csak egyik lépcsőjében beszélünk az általános hadi helyzetről. Nagyon érdekes például, hogy mi történik a gazdaságban, a logisztikában. Ez fog igazán dönteni. Gondold el, hogy bemerevednek a harcok, és tényleg egy álló háborúra rendelke, rendezkedünk be. Az utóbbi másfél-két hónap majd, hogy nem erről szól, tehát vagy, vagy az elmúlt egy hónap leginkább. Gondold el, hogy egy hónap alatt például Kelet-Ukrajnában Igazán az orosz előrenyomulás az 40 km volt. 40. Semmi. Ha ez marad, és tényleg ez a bemerevedett álláspontok mentén, akkor abszolút nem a háború. Tehát halnak az emberek, de nem a harci cselekmények döntik el a háborút, hanem a gazdaság. Ki bírja tovább? És, és itt és jön az időfaktor, amit mindig emlegetsz. Így van. És ilyen szempontból például nagyon érdekes az, hogy a tömbösödés mentén ténylegesen össze tud-e jönni egy olyan Iráni-kínai-orosz egyezmény, amiben béke jobb mentén, vagy nem is béke jobb, ez rossz szó. Tehát, hogy olyan segítőjobbot nyújtanak ezek az országok, ami számottevően megemeli azt a lehetőségrendszert, hogy Oroszország kitartson. Ha ez így marad, ahogy most van, akkor én magam is egyébként az egyik beszélgetésben az elmúlt időszakban az egyik média szereplésében ugye kérdezték ezt tőlem, hogy mennyi időt gondolok Oroszországhoz kapcsolódóan. Én azt gondolom, hogy az orosz tartalékok egy-másfél évre elegendőek. Ha ebben az egy-másfél évben a tömbösödés mentén megoldást talál Oroszország, akkor tovább fog tartani ez a háború. Tehát, hogyha kiegyezik például Kínával, és valahogyan el tudnak egy más, tehát, hogy el tudnak kezdeni együttműködni. A mostani helyzetben Gazdasági szempontból én azt gondolom, hogy vereségre van ítélve Oroszország. Úgy, hogy piszkosul nehéz telünk lesz, tehát, hogy az Unió és az Unióban mi magunk is nehézségekkel fogjuk szembe találni magunkat, akár az üzemanyag kapcsán, akár az ellátáshoz kapcsolódóan, de erre is egyébként az Unió is dolgozik, és erre is lesznek megoldások. Igazán, hogyha ezek a folyamatok kitartanak, akkor két-három éven belül az Európai Unió függetlenedni fog Oroszországtól teljesen. Ha ez megtörténik, akkor már emiatt is egyébként Oroszország veszíteni fog. Kína nem tudja olyan gyorsan kiváltani azt a mennyiségű gázt és kőolajat, amit egyébként az Európai Unió felhasznált, és amiből finanszírozza a mai napig a háborúját Oroszország. Tehát igazán időfaktor, gazdasági faktor, a harci cselekményekben én nem látom azt az átütő valamit, ami kapcsán a tábornokok döntenének ebben a helyzetben valójában. Sok kérdés érkezik, és biztatom is a hallgatókat, hogy kérdezzenek, úgyhogy most ezekből fogok szemezgetni. És van olyan is, ami helyek közel kapcsolódik ahhoz, amit az imént mondtál. Például az egyik hallgatói kérdés, hogy a, az úgynevezett BRICS, ugye ez a szövetség, amiről már sokszor beszéltünk, lehet-e az, az EU-s a szövetség kihívója, lehet-e egy antinátó? Több ilyenfajta gondolkodás van most amitől a biztonságpolitikai és katonapolitikai szakértők feje eléggé fáj. Nem csak erről beszélnek, ugye erre a, 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 ötös fogatról ebbe ugye Brazília, Oroszország, Kína, India és Dél-Afrika szerepel. Ami érdekes, hogy nagyhatalmak és kontinensek szempontjából is ugye Dél-Amerika, afrikai kontinens és annak déli része, és ugye Ázsia és önmagában Oroszország. Az egy erős mondás, hogy valamilyen fajta katonai szövetségre tudnának egymással lépni, mert hogy egy katonai szövetséget nem annyira egyszerű összehozni. És nem is az, hogy aláírni a papírokat. Hadd mondjam a NATO-hoz kapcsolódóan, hogy amikor aláírták a NATO szövetségi szerződést, megközelítőleg 10-15 év volt, míg összefésülték a haderő reformokat, egyáltalán a haderő fejlesztéseket, és ami ennél fontosabb, a haderő kiképzéseit. Igazán azért volt első pillanattól kezdve a NATO erős, mert önmagában az Egyesült Államok olyan hadi rendelkezett, gyártás oldaláról, technológia oldaláról, tudás oldaláról, hadsereg oldaláról, amivel a hátán elvitte a többieket. Aztán utána a többiek is felzárkóztak, tehát megnézhetjük például a Franciaország atomprogramját, tehát az atombomba fejlesztéshez regondolok, eh, vagy Nagy-Britannia atomprogramját. És ahogy felzárkóztak, nyilvánvalóan ezen keresztül egyre jobban erősödött a NATO. Tehát én nem ebben látom a veszélyt. Tehát, hogy az, hogyha most össz, így, így, összejönnének, és akkor így aláírnának egy ilyen szerződést, erre azt mondanám, hogy jó, jó, hát lássuk a medvét, tehát, hogy majd ez, ez odébb van, hogy veszélyes legyen. Ennek igazán a gazdasági segítségnyújtási része az, ami, ami érdekes. Hiszen ténylegesen Oroszországhoz kapcsolódóan felvevő piacként a legegyszerűbb egyébként szállítási oldalról, és mindig ugye Holoda Attilát hozzuk föl, Ugye az energetikához kapcsolódóan, hogyha ez valamilyen csőhálazatokon keresztül tud eljutni, tehát van más módja is ennek, tehát például olajszállító tankereken keresztül, földgázt szállító hajókon keresztül eljutatni ezeket. Nyilván ez számtalan és nagyon-nagyon nagy kapacitású hajóra van szükség, de egyébként ezek az országok rendelkeznek ilyenfajta flottákkal, tehát hogyha ebben elindul valami együttműködés, ez egy olyan konkrét példa, amiből lehet nehézségünk és akkor ugorjunk. Nem csak ez a tömbösödés van. Azért azt is látnunk kell, hogy például az AUKUS, ugye Ausztrália, UK, tehát így jön ki ez a rövidítés, tehát az Egyesült Királyság, US, ugye az Egyesült Államok, tehát így jön ez az AUKUS mozaik szó össze. Tavalyi hír volt, hogy létrejött ez a Védelmi Szövetség a csendes óceáni térségben pont Kínához kapcsolódóan. De egyébként nagyon komoly katonai szövetségben gondolkodnak az a, a muszlim államok is. Tehát például Pakisztán vezetésével is gondolkodnak, hogy a közel-keleten, illetve a közép-keleten valahogyan egy ilyen nagy katonai szövetséget összekéne hozni. Tehát mindenhol látszódik, ezért szoktam azt mondani. Ez nem hangzik jó, hogyha mondjuk békére készülne az ember? Nem e, mutatja? Ez azt mutatja, igen, hogy egy nagyon komoly tömbösödés zajlik, katonai tömbösödés a világon, ami egyébként ezzel az ukrán háborúval, vagy orosz-ukrán háborúval és orosz invázióval most egy még nagyobb lökést kapott. És ilyen szempontból nem mindegy az, hogy és hogy miért aggódtam, vagy aggódom még mindig például a szállítások kapcsán. A muszlim országoknak nagyon-nagyon fontos, tehát az afrikai térség. Észak-Afrika, illetve Közép-Afrika is. Számtalan muszlim állam van. Ha ezek az államok például egy éhénység kapcsán azt tapasztalják, hogy, hogy védekezniük kell, hogy össze kell fogni, ez egy olyan gyorsító tényező lehet, amiben a gazdasági segítségnyújtás mentén hát nyilvánvalóan, hogy ennek lesz egy katonai szövetségbeli erősödése is. Tehát minden mindennel összefüggés, ezért nem mindegy, és ezért mondtam a, a válaszom elején, hogy fő a biztonságpolitikai és katonai szakértők feje, mert egyre több ilyen tömböt látunk, és ezek a tömbök egyre nagyobb erővel, egyre nagyobb gazdasági potenciállal törekednek arra, hogy valahogy a többiek feje fölé tudjanak nőni és emelkedni. No, szemezgetek még a kérdésekből, és arra kérlek, hogy így próbáljunk egyre rövidebben válaszolgatni rájuk, hogyha ja. lehet, hogy itt sok beleférjen. Volt a kirek, hogy az ukrán titkosszolgálat megpróbált orosz vadászpilótákat átcsábítani. Lehet-e az újonnan kapott vadászgépeket orosz pilóták fogják majd kezelni, kérdezi a hallgató. Nincs szükségük arra az ukránoknak, hogy orosz pilótákat azért elvigyenek, hogy, hogy az új ukrán vadászgépeket adott esetben ők vezessék, mert van elegendő ukrán pilóta. Ez nem ezért volt veszélyes ukrán akció, hanem egyszerűen azért, mert nyilvánvalóan egy katonai eszköz teljes épségben való megszerzése az egy csemege. Tehát műszaki szempontból is, hadi szempontból is, tehát fegyverzete szempontjából kommunikációs, milyen kommunikációs eszközöket használnak, hogyan kommunikálnak egymással az orosz katonai egységek, milyen titkosító algoritmusokat használnak. Tehát számtalan olyan része, most gondold el, amikor egy komplet vadászképet így megszerzel. Tehát nyilván az darabokra szedik abban a pillanatban, és nyilván nem csak az ukránok, tehát ebbe úgy hidd el, hogy abban a pillanatban kapnak amerikai segítséget, de mit tudom, órákon belül. Összeszerelni is tudják. Összeszerelni is tudják, nyilván. És erre irányult ez a fajta hírszerzési művelet, amiben ténylegesen megkörnyékeztek orosz pilótákat, akik egyébként belementek úgy ebbe a hírszerzési játszmába, hogy közben a sajátjainknak, tehát az orosz szolgálatnak szóltak, akik buzdították, menjék, hogy, jön, hogy menjetek és csináljátok, amin keresztül egyrészt lebukott az ukrán hírszerzésnek egy hálózata Oroszországban, másrészt, Egészen addig eltolták a műveletet, tehát a titkos titkosszolgálati műveletet, hogy az is megvolt konkrétan, hogy hol fogják fogadni ezeket a repülőgépeket, hogy ott milyen eszközök lesznek. És miután ezt mind-mind megtudták, tehát hol van az a, az a ö, ö, repülőtér, ami egyébként egy titkos ukrán katonai repülőtér volt, ö, lekapcsolták az ukrán hírszerzőket, és szitává, tehát darabokra lőtték azt az ukrán katonai repülőteret, ahol várták ezeket a repülőgépeket. Tehát ez egy eléggé komoly hírszerzési fiaskó Ukrajna számára, amiben maga az alapművelet érthető volt, de kisiklott és megbuktak ezzel az akcióval. A napokban azt olvasta a hallgató, hogy orosz atom <höhö> tengeralatti fedeztek fel Ukrajna partjainál. Lehet-e ez, és ez milyen kockázatot jelent a nézve? Olvastam én is ezeket a híreket. Egyelőre ezt nem erősítették meg, tehát nem mondanám bulvárhírnek meg olyan fél információnak sem, hogy ez nem lehetséges. Hogy miért érdekes ez, hogyha vegyük, vegyük ezt végig. Most nyilvánvalóan, hogyha nem igaz a hír, pff, akkor ezt cáfolták. Ha igaz a hír, az orosz atomtenger alatt azt kell tudni, hogy vagy vadász atomtenger alatt járók, ami azt jelenti, hogy az Ukrán hajózás, illetve a NATO hajózás ö, nagyon komoly veszélyben van, ugyanis azt kell tudni, hogy elsősorban az atomreaktorok azért lényegesek egy tenger alatt járon, és minden más hadihajón, mert hogy hihetetlen üzemanyag függetlenséget biztosítanak. Tehát ténylegesen elképzelhető az, hogy egy ilyen atomtenger alatjáró víz alá merül, és mondjuk másfél hónapig nem jön föl. Ö, nem lehet megtalálni. Miközben figyel, fülel, vagy adott esetben, ha szükséges, csapásokat tud végrehajtani. Egyébként, ami biztos, hogy a Fekete-tenger térségében a háború elején nem volt Orosz Atomtenger alattjáról. Ha pedig van, akkor ez valahogy oda De Ez honnan biztos? Mert hogy erre voltak hírszerzési adatok, tehát volt egy olyan tiszta helyzet, amiben azt mondták ő, Ukrajna, a nyugati hírszerzők és egyébként önmaga Oroszország. Tehát ebben volt egy ilyen tiszta helyzet, persze, jó. Tehát most itt látom a tamáskodást a tekintetben, jó, nyilván lehet három év múlva kiderül, hogy egyébként idén, január 42-én mm. már ott volt. Akkor úgy fogalmazok, hogy akkor senki nem vette észre. Most az a közös hírszerzési álláspont, hogy február 24-e előtt nem volt. Látom, hogy nagyon tetszik, hogy most megfogtál ilyen Oké, okay, pontosítottam, de nem. Mindegy. Ha elfogadjuk azt az állítást, és én elsősorban biztonságpolitikailag ezt akarom vizsgálni, hogy ténylegesen nem volt február 24-ig ott ilyen hadihajó vagy ilyen ö, eszköz, akkor ez valahogyan oda jutott, ami azt jelenti, hogy egyébként ez az Atomtenger alatt járó a teljes NATO tengeri hírszerzést elsősorban Törökország és Görögország, illetve Bulgária-Románia ilyen ö, szervezeteit totálisan kijátszotta. Tehát akkor ez a, ez a, a hadihajó a boszporoszi szoroson, szépen csendben a víz alatt úgy átlopakodott, hogy ezt senki nem vette észre. És ez, ez egy eléggé komoly katonai fiaskó, illetve ez azt jelenti, hogy ha ez tényleg így kiderül, hogy igaz, egyébként ez az eszköz képes lehet olyan csendes akciók végrehajtására, amit senki nem vesz észre, és ugye mindig ilyenkor az ördög soha nem alszik, nem csak az kell feltételezni, hogy ennek az egy ilyen eszköznek sikerült. Mert ha egy van, akkor lehetséges, hogy lehet több is. Tehát ez egy eléggé forró téma most. Ebben is szerintem nagyon komoly kutatások vannak, de egyelőre nem lehet ezt megerősíteni. Beszéljünk röviden kvázi külpolitikai hírekről is, illetve hát ami háborúhoz kapcsolódó hír. A mai friss hír az egyik, hogy Románia segítséget nyújtana Moldovának orosz támadás esetén. Katonai segítség. Így van, igen, igen, igen. Legyen precízek. A címben nem ez volt. Ez, ez mit jelenthet? Ez már egy ilyen előrevetített része, hogy egyébként Moldova nincs egyedül, vagy ez egy ugyanilyen pusztába kiáltott szó? Nem. Én azt gondolom, hogy ez, ez elsősorban azt jelenti, hogy nincs egyedül. Illetve egy nagyon komoly figyelmeztetés, amikor egy NATO ország önmagában kijelenti azt, hogy eddig és ne tovább. Tehát Oroszország számára Azért kell és szükséges ez a figyelmeztetés, mert bő másfél vagy két hónapja egyrészt az egyik orosz katonai vezető ismerte el, hogy egyébként ők azt gondolják, hogyha, hogy ha ezt a térségében sikerül előre nyomulniuk, akkor nem állnak meg, és hát miért nem foglalnák el Moldáviát is. Tehát ez az orosz katonai célok között abszolút ott van. És ezért volt lényeges most ez a hír, amiben Románia ezt kijelentette, mert hogy innentől kezdve ez nyilvánvalóan, ha egy NATO országgal összecsap. Oroszország az azt jelenti, hogy az egész NATO-val összecsap, és ez egyfajta figyelmeztetés mentén azért egyfajta visszatartó erőt is kell, hogy jelentsen, és ezért mondom azt, hogy ez egyben már konkrét segítség is, annak ellenére, hogy nem történt, nem történt még egyáltalán katonai mozgás. Nagyon sok kérdés van, és nagyon Jó. fogy az időnk. Közben arra biztatom a hallgatókat, hogy akkor tényleg szavazzanak, hogy majd az adás végén melyik kvázi bulvárosabb hírről beszélgessünk. Ezt a Facebook oldalon követhetik és megtehetik. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy Fehér Oroszország ma hivatalosan visszahívta Londoni nagykövetét. Ebből következtethető el, hogy hamarosan ők is beszállnak a háborúba? Hát az, hogy Londonból visszajött a nagykövet egy nagykövet, akkor van ilyen, és az a vészcsengő, amikor sorozatosan, tehát mondjuk tucatnyi országból egyszerre indul vissza egy nagykövet. Az, ami nálam, tehát én azt gondolom, hogy ez nem ilyen vészcsengő. Az, ami nálam a héten vészcsengő volt, hogy ténylegesen most először tömeges rakétatámadást hajtottak végre Ukrajna irányába, Belorusszia felől. És ezt olyan természetességet igazán nem is kommentálta már Belorusszia. Tehát, hogy eddig mindig volt valamilyen fajta kommunikáció, most már az a kommunikáció, hogy ez természetes. Én emiatt aggódom, továbbra is tartom azt, amit eddig mondtam, hogy el tudok képzelni egy negyedik frontot Belorusszia irányából, de önmagában ez a londoni nagykövet visszahívás, ez nem jelenti ezt. Az is kérdés britekhez kapcsolódóan, hogyha új miniszterelnök lesz, akkor szerinted követni fogja egyébként Boris Johnsonnak az ukrajnai támogatását? Szerintem igen. Olyan folyamatok indultak el. Mondok egy konkrét példát, ugye a tízezer ukrán újonc kiképzése Nagy-Britanniában, fegyverrendszerek szállítása, tehát ezekben megállapodott Ukrajna és Nagy-Britannia. Tehát ezért én azt mondanám, hogy ebben mozgástere, jó, tehát sok mindent láttunk, tehát mondhatja erre az, 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 új miniszterelnök, hogy nem, de akkor viszont ez egy annyira kategórikus nemnek kell lennie, amiben minden folyamatot, mint hogyha egy ollóval így nyisz elvágnának. Ezt, ezt, én egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát én ezért azt gondolom, hogy, hogy ugyanezt a fajta logikát, ezt a nagyon-nagyon aktív hírszerzési és katonai, illetve kiképzési támogatást Nagy-Britannia biztosítani fogja. No, akkor menjünk még messzebb. Mi a véleményed arról, hogy Japán a múlt héten bejelentette fontolóra veszi, hogy felhagy a 9-es és újra felállítják hadseregüket. Várható volt-e ez a lépés? Egyáltalán kapcsolható-e a mostani abszolút, helyzethez? Abszolút. Nem csak Japán, hanem Németország is elgondolkodott azon, hogy azt az 1945-ben a béke megállapodásokban vállalt fegyvertilalmi megállapodásokat teljes egészében újra gondolja. És ez most egy nagyon finom szó volt így az én részemre ez az újra gondolás, mert egyébként Németország ezelőtt pár hónappal január, vagy bocsánat, február vagy március hónapban ugye bejelentette, hogy Európa legnagyobb fegyverkezési programját indítja el. Ezt követi Japán. Japán ezt azért teszi, mert egyrészt az orosz-ukrán válságot látja, de azt is látja, hogy Kína, illetve Észak-Korea hihetetlen módon erősödik, és egyre inkább, idézőjelbe téve mondom, karcsörtető politikát folytat, amit egyébként Japán veszélyesnek ítél saját maga ellen. Korrektan kapcsolatunk is hozzá egy kis északkorát, mert hogy Kim Jong-un nukleáris fegyverrel fenyegetett a héten. Ilyenkor, tehát azért az így kvázi, ha nem is használtam azt a szót, hogy megszoktuk, de azért időről időre előkerül ez a téma. Ez ebben a kontextusban, amikor mindenki mindenkivel összeáll, és közben a szomszédunkban van egy háború, mit jelent? Ez egy szíveséget jelent Oroszországnak, mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez a, ehhez a háborúhoz ez a bejelentés abszolút kapcsolódik azt kell megértenünk, hogy Észak-Korea hadserege bizonyos szempontból nem korszerű, viszont az atomfegyverek tekintetében csak egy példát hadd mondjak. Például az atomfegyvert szállító rakétaket tekintetében az egyik legerősebb szállító rakétával rendelkezik a világon, Észak-Korea. Tehát egyébként ténylegesen most már ott tart, hogy az Egyesült Államok nyugati partvidékét képes Észak-Korea atomfegyverekkel elérni. Pontosan ez a célja ennek a mostani helyzetnek, hogy valahogyan megosztani a katona szakértők, illetve a katonai vezetők figyelmét, és adott esetben arra is átcsoportosítani erőforrásokat, hogy mi van abban az esetben, ha egyébként Észak-Korea valamilyen fajta katonai lépéssorozat mentén támad, és nyilvánvalóan ezen keresztül például ez azért segítség, mert egy ilyen bejelentés után, akár hiszed, akár nem, az amerikai stratégák azokat a fegyverköltéseket és fegyver átadási dolgokat, procedúrákat elkezdik lassítani, mert azt mondják, hogy jó, jó, most van egy konkrét háború, de mi van, hogyha van még egy? hát ott is kell valamilyen támogatás, akkor nyilván a tartalékokból, hiszen a gyártás még nem pörgött úgy föl, nem vagyunk hadi ipari helyzetből ilyenfajta háborús helyzetben, tehát konkrét háborús helyzetben, ezért a meglévő tartalékok egy részét, amit Ukrajnának szántunk, ezt akkor mondjuk Dél-Koreának félre rakjuk. Reméljük nem lesz ilyen, de egy ilyen bejelentéssel el lehet azt érni, hogy például Ukrajna kevesebb fegyverhez jusson. Emögött én azt gondolom elsősorban ez áll. Németország esetében lehet-e direkt összefüggés a gázszállítás és a fegyverszállítás között? Ezt is kérdezi a hallgató. Hát milyen tekintetben? Tehát Németország egyre inkább azt az irányt viszi, hogy valahogyan függetlenedjenek Oroszországtól, és ebben hihetetlen belpolitikai játszmák zajlanak Németországban. Ezt egyébként innen kívülről mi nem látjuk. Egyrészt a zöldek kapcsán, hogy valamilyen úton, módon újból el kéne indítani. Ugye nyolc atomerőművet zártak le a Fukushima-i katasztrófa után Németországban. Hogy ezeket újra kéne indítani. Ö, ott is van egy olyan ö, orosz barát hang, amiben azt mondják, hogy jó, egyezzünk ki Oroszországgal. Hagyjuk a fenébe, most nagyon-nagyon sarkosan fogalmazok Ukrajnát. Az az ő háborújuk, jobb ebből maradni. Erre is van egy kategórikus nem Németország részéről. De van egy lassúság, ami például az ukránok oldaláról hozza az, hogy kellenének a fegyverek, és nem szállítják olyan ütemben a németek. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban válság van, Németországban felkészülés van. Németország nem tudott még olyan szinten fölpörögni, hogy akár a gázszállítás, akár a fegyverszállítás tekintetében úgy hely tudjon állni, mint azt, ahogy egyébként a világ gondolta róla. Ez a mostani helyzet. Számtalan kérdés van még, nem fog idő jutni rájuk, úgy tűnik. Mindenképp mielőtt majd a végső kis bulváról beszélgetünk, Jó. öt percet szeretném, hogyha azért a tusványosi beszédről beszélnénk. Abban a kontextusban, mert hogy erről volt egy hosszabb megszólalásod az egyik hírportálon egyébként, hogy közben az egyik hír szerint a Csecsen vezérnek tetszett Orbán Viktor tusványosi beszéde. Ez jelente bármit? Hát jelent persze, tehát hogy a tartalommal kapcsolatban több olyan, és egyébként nem csak a Csecsen vezérnek tetszett, hanem az orosz propagandagépezetnek is. Tehát az orosz köztévében nagyon komolyan megdicsérték Orbán Viktort. Egyszerűen azért, mert arról beszélt, ami az orosz propagandában narratívaként napi szinten megjelenik. Konkrétan beszélt például arról Orbán Viktor tényként, hogy egyébként az Európai Unió szankciói Semmi eredménnyel nem jártak Oroszország tekintetében. Ez tényszerűen nem igaz. És számtalan olyan dolog volt, amihez kapcsolódóan rá tudják fűzni a propaganda oldaláról, tehát az orosz propaganda oldaláról, hogy lám lám, ezt egy Európai Uniós vezető így látja, tehát mi itt igazat mondunk, tehát kedves állampolgáraink, orosz állampolgáraink, nyugodjatok meg, minden a terv szerint halad, és egyébként ki fogunk tartani. Az, ami kemény volt abban a beszédben, és ami egyébként legjobban felháborított, hogy a beszéd elején a magyar miniszterelnök elismerte azt, hogy egyébként egy gazdasági háborúban, tehát az Európai Unió, tehát nem nyílt háború, hanem gazdasági háborúban áll Oroszországgal. Egy gazdasági háborúban, amikor egy gazdasági és katonai szövetséghez tartozunk, kibeszélni ebből, és elkezdeni arról beszélni, hogy egyébként, hát Gyengék vagyunk, valószínűleg nem tudunk úgy teljesíteni, sőt, lehet, hogy jó, megvernek bennünket. Ez milyen hozzáállás? Pontosan egy első számú vezető oldaláról. Úgy meg különösen gáz, szerintem ez a, ez a beszéd, hogy egyébként amiről ő abszolút állítások mentén kijelentő módban kommunikált, az még egyébként nem is igaz. No, még egy utolsó Jó. rövid kérdés. Az amerikai külügy 10 millió dolláros jutalmat ajánlott fel annak, aki információval szolgál az orosz beavatkozásról az amerikai választásokba. Ez mit jelent ilyenkor? Önként jelentkezők valóban előkerülhetnek hasznos információval? Kérdezi a hallgató. Én azt gondolom, hogy igen. 10 millió dollár sok pénz. Ö... De olyan, aki mondjuk a titkos szolgálatnál dolgozik, de 10 millió dollárért azt mondja, általában. hogy van információ. Igen. Tehát ilyet láttunk már, a pénz nagyul különösen a tekintetben, hogyha ez az információ nem csak 10 millió dollárt ér. Tehát azt érts, hogy egy ilyen átállás automatikusan hozza. Ugye azt mondják, hírszerzési információk arról szólnak, hogy ezért a GRU, tehát a, az orosz katonai hírszerzés volt felelős ezért az akcióért az Egyesült Államokban az elnök választásba való beavatkozásért. És ennek persze vannak topvezetői is, akiknél úgy szintén sok pénz, 10 millió dollár. Sőt, ha top vezető és többet tud, akkor nem 10 millió dollár tud legombolni pestiesen az amerikaiakról, hanem többet, hiszen több dologról is tud mesélni. És vannak a konkrét informatikusok például, akik végrehajtották ezt. Az ő szintjükön, tehát egy operátor szintjén, 10 millió dollár hihetetlen nagy pénz, és egyébként nem csak a pénzt kapja meg, hanem az amerikai állampolgárságot, azt, hogy őt eltüntetik, tehát egy, egy totálisan olyan életet élhet, amit egy csúcs amerikai állampolgár is adott esetben azt mondja, hogy ezért azért úgy elgondolkodom. Tehát ez egy szép kerek szám. Tehát én azt gondolom, ennek lehet akár eredménye is. No, maradt öt percünk, no. úgyhogy lássuk, hogy a hallgatók melyik kérdésre szeretnének választ kapni. Ugye kettő témáról szavaztattuk meg őket, hogy miről beszélünk adás végén öt percben. Putyin valóban dublört használ-e, vagy igaz-e az, hogy nem tesztelnek senkit, aki Ukrajnából érkező menekült? Te melyikre gondolsz, melyiket szavazták meg? Szerintem a Putyint. 82%-ban, igen, erre kíváncsiak. És az Jó. ehhez kapcsolódó hír ugye az, hogy egy korábban Putyint védő magyar testőr volt az, aki azt mondta, hogy nem zárható ki, hogy az orosz elnök dublört használ. no, akkor lássuk, hogy Jó. így lehet-e ez, vagy szoktak-e egyáltalán ilyen vezetők dublört használni? Igen. Tehát erre határozott a, a válasz. Jó, még van négy percet, ugye. Hát, Saddam Husseinnek volt, és tudjuk hasonlása, nem is egy, három vagy négy. Katafinak is voltak hasonlásai. Egyszerűen az ilyen Gondolkodású országokban, mint például Irak, és háborút vívó országokban, mint például Oroszország használnak dublőröket. Az, ami nem mindegy, és én azért tamáskodom itt egy kicsit a hír kapcsán, hogy egyébként az alaphír, és nem a tekintetben, hogy egy magyar biztonsági szakember azt mondja, hogy el tudja képzelni, mert én is el tudom képzelni. Tehát, hogy ez, ez tényleg ez, ez igaz. Annak kapcsán volt ugye ez hír, hogy Teheránban, zajlottak tárgyalások uh, uh, Irán első számú vallási uh, vezetőjével, és azt nem tudom elképzelni, hogy olyan, tehát egyszerűen az orosz rendszer nem ilyen. De egyik ilyen uh, autoriter uh, ország sem olyan, hogy egyébként a dublér meg is állapodhat uh -huh. bizonyos dolgokban. Tehát az, hogy, hogy biztonsági szempontból, tehát leszáll a repülőgép, és oda ballag az autóhoz, vagy van egy sajtótáj, vagy egy, egy fotózás, egy készfogás, és ha mondjuk tényleg beteg egy vezető, és az kell, hogy végig sétáljon Daliáson, ott a Vörösszőnyegen, ezt egy dublőr el tudja uh, uh, játszani. Vagy uh, ha baj van, és támadás éri. Például Erdogan elnökhöz kapcsolódva, amikor nem tudták elkapni, hát perceken múlott az, ment egy különítmény, hogy őt elfogják és egyébként megöljék, amikor pucsot indítottak ellene. És a zavar egyik része az volt, hogy hírszerzési információk pletykák, most ugye Bulvár, tehát beszéljünk erről, hogy egyébként azt nem tudták a, az összeesküvők, hogy hol van éppen, mert hogy ténylegesen volt egy hiteles információ, hogy éppen egy másik helyen, egy rendezvényen van, miközben valójában ugye otthon volt. És lehet, hogy ezért úszta meg ezt a támadást, mert az a fajta hezitálás, hogy most akkor hova küldjék ezt a különítményt, időveszteséggel járt, és ő tudott reagálni. Tehát azt mondom, hogy lehetséges, hogy van Putyin elnöknek dublőre. Ha van, akkor nem egy van, hanem több. Az, amit nagyobb valószínűséggel hiszek, hogy nem egy elnöki irodát működtetnek, hanem van Moszkvában, van Szocsiban, van egy titkos helyen, ami egy az egyben úgy néz ki, mint az ő irodája. Tehát, amikor ő nyilatkozik, akkor azt hiszi, az ember, hogy ő Moszkvában van, de egyébként lehet, hogy pont Vladivostokban tartózkodik, tehát nehéz őt megtalálni. Tehát Jó, de e... ez, bocsánat, ezt mondták Zelenszkiről is, hogy tá, ő nem. amikor nyilatkozgat, akkor az már régen biztos Európában van biztonságban. Jó, ezt mondták, és nem volt, ezért is szelfoltat, tehát ugye gyalogolt egyet Kiev utcáin, de egyébként, ha engem kérdezel, miért ne csinálnának ugyanilyen irodát Ukrajna elnökének is, tehát hogy ezt, ezt meg lehet csinálni. És főleg háború idején ez uh -huh. egy abszolút bevett ö, 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 gyakorlat, és biztonsági szempontból ö, jó is. Igazán itt az az alapkérdés, hogy miről beszélnek a felek. Hogyha ez egy ilyen mosolygós valami, azt eljátszhatja egy dublőr. De még egyszer mondom, Irán vezetőjével olyan gazdasági, katonai kérdésekről, diplomáciai kérdésekről egyeztettek, ahol biztosan putinál. Jó, el akkor adján. tovább viszem egyel a kérdést röviden, hogy Február 24-e óta volt olyan hivatalos megnyilvánulása mondjuk Putyinnak, ahol elképzelhetőnek tartott, hogy nem ő volt ott, hanem Csú. egy dublőr. Fotózásokon igen. Uh -huh. Ott el tudom képzelni, hogy dublört vigyenek. De például a, a napi felvonuláson, az olyan rendezvényeken, ahol hosszú beszédek vannak, vagy ahol tényleg tétje van a tárgyalásnak kizárt. Ugye itt rögtön, hogy hogy működnek. Sokat keres egy ilyen dublőr? Hát igen, elég szépen. Tehát, hogy az ő élete ilyen szempontból úgy összevarakva, és elsősorban a családjának biztosítanak ilyenfajta kedvezményeket, de, de nem életbiztosítás egy ilyenfajta szerepben. Rögtön lenne. kérdezték a hallgatók, és a szerkesztő is nagyon kíváncsi, hogy, hogy Orbán Viktornak egyébként lehet-e dublőr? Nem, biztos, hogy nem. Egyszerűen nincs szükség, és nincs olyan biztonsági helyzet. De annyit hadd mondjak, hogy egyébként volt olyan akció a 90-es években, amikor egy ember védelme érdekében dublört alkalmaztunk, aki egy-egybe az egyben úgy nézett ki egy külföldi vezető kapcsán. Tehát wow. látott Itt, ilyet man, a, titok, titok. a magyar szakma is, ez egy bevett gyakorlat. Ezt tudom mondani. No, ezzel a sejtelmes mondattal fogjuk lezárni a mai adást. Nagyon sok kérdés maradt egyébként a igen. háború kapcsán is, és egyébként mondjuk Japán vagy Sri Lanka kapcsán is érkeztek kérdések, úgyhogy elnézést azoktól a hallgatóktól, akiknek nem tudtunk ezekre válaszolni. Lehet, el kéne gondolkodnunk rajta, hogy hosszabb, hosszabb műsor. legyen a műsoridő. Igen. Igen, <laughs> úgyhogy igen, ezt igen. átbeszéljük majd ezek után. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő Szabó Betty nevében is... És nagyon köszönöm Kammer Jonatán munkatársunknak, és Csibi Frúzsinának is, és Tarjányi Péternek nagyon pedig, szíves. hogy itt volt. Legyen szép hétvégéjük! Mi is